Bezártság, félelem, új helyzet az élet valamennyi területén, munkában, iskolában. Ezek mind olyan tényezők, amelyek egy krízis helyzetben nehezítik az egyén alkalmazkodó képességét. A Zemplén Televíziónak gyakran nyilatkozó szakember ez alkalommal elmondta, sok minden próbára teszi most a korosztályokat. Megküzdési módszereinkre szükség van, olyanokra, amiket eddig nem kellett mobilizálni. Akkor van, ne is vészhelyzetet mondjunk, inkább krízishelyzetet mondjunk, akkor az talán közelebb visz mindenkit ahhoz, hogy mi is az, amire most szükség van. Tehát amikor annyira megváltozik minden körülöttünk, hogy azt már a meglévő megküzdési képességeinkkel nem tudjuk uralni. És azt láthatjuk, hogy most azért minden család élete megváltozott. Annyira még nem, mint hogyha kijárási tilalom is volna, mert most még csak korlátozás van, de nagyon sokak számára már ez is problémát okoz. Az is problémát okozott, hogy ugye maradj otthon. A szakember azt is hozzátette, hogy a koronavírus okozta lelki megpróbáltatásokhoz hasonlót az elmúlt évtizedekben nem igazán éltek át a generációk. Viszont az értékrend olyan módon eltolódott, hogy az egészség léte felértékelődött. Azt gondolom, hogy attól veszélyesebb, mert ilyen még nem volt ilyen méretekben. Tehát ugye volt spanyolnátha, volt pest is, volt rengetegféle nagy járvány már, de hogy amikorra ez a nemzedék felnőtt, addigra már eltűnt a TBC, addigra már talán az én gyerekkoromban még a gyermekbénulás az volt, mert emlékszem, hogy hányszor adtak hálát, hogy a szomszéd kisfiú megkapta, én meg nem. Tehát, hogy még vannak emlékeink ezekből az időkből, ez egy másfajta veszély. És ugye... Sokféle nehézség van most, a gazdasági nehézség, a mozgás hiánya, a szeparáltság miatt. Azt látnunk kell, hogy azokban a társadalmakban, és így Magyarországon is, ahol a gazdasági, az anyagi biztonság, az egy nagyon fontos és nehezen megszerezhető dolog, ott ez a legfontosabb. Molnár Marianna hozzátette, hogy a gyermekeket az őszintjükön meg kell ismertetni ezzel a helyzettel, elsősorban annak érdekében, hogy ne szűrjenek le téves és számukra rémisztőbb következtetéseket. Azt gondolom, hogy beleavatódnak. Tehát két ember beszélget, ez az első, hogy neked van-e ismerősöd, kaptál már meg valaki, lehet, hogy még nálunk nem, de Budapesten már valamilyen szinten mindenki szinte érintett, vagy a rokonság, vagy akik nem tudnak, vagy próbálnak Magyarországra hazajönni a külföldi munkavállalók, azért 800 ezer ember külföldön dolgozik, akik valahogy most ugyanúgy el fogják veszíteni, ha még nem történt meg a munkájukat, és azok próbálnak hazajönni. Tehát én azt gondolom, hogy a családok nagy részében a gyerekek passzívan hallják ezeket az információkat. Nagyon fontos, és itt is felhívnám a figyelmet az internetnek a hihetetlen lehetőségére. A klinikai szakpszichológus hozzátette, hogy a legfontosabb, hogy mindenki a saját lelki világának megfelelően kezelje a koronavírussal kapcsolatos információkat. Molnár Mariannal részletesen is beszélt ezekről a témakörökről, amelyet szombaton láthatnak a Zemplén Televízió műsorán.